2016-ban az első alkalommal az országzászló újraállítására gyűjtöttek a nagy volumenű eseményen, utána a Városi Kórház gyermekellátására fordították a bevételt. Tavaly pedig a makói mentőállomás munkáját támogatták a résztvevők a jegyek megvásárlásával, valamint többen adományozni is szoktak. Úgy gondoltuk az idei évben közösen a Jobb Makóért Egyesület elnökségével és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség makói szervezetével, hogy szeretnénk most a gyerekeket megszólítani, méghozzá azokat, akik a művészeti oktatásban vesznek részt, és fontos, hogy nem csak makói gyerekeket szeretnénk támogatni, hanem térségieket, hiszen a bálozók is nem csak Makó városából tevődnek össze, hanem a térségből is érkeznek nagyon sokan ebbe a bába, hiszen több mint 300-an vesznek részt ebben a bában is évről évre. Egyre többen. Veszeli Tamás, a Jobb Makóért Egyesület elnöke stábunkkal megosztotta, hogy nagy örömükre 1 millió forintot fordíthattak jótékonykodásra. Ezt kettő felé osztottuk, és a térség két legnagyobb művészeti oktatási intézmények között megfeleztük, és az elmúlt napokban át is utaltuk a két iskola számára, illetve a két iskola alapítványa számára, és nagyon reméljük, már nem írtuk elő, hogy mire használják fel, de reméljük, hogy hasznos és mindenki számára eredményesen fogják felhasználni az iskolák ezt a forrást. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Borkáné Dudás Mónika televíziónknak elárulta, hogy az adományból bővíteni szeretnék az eszközparkjukat, valamint több programmal kívánják színesíteni a nebulók mindennapjait. Én nagyon bízom benne, hogy ezt a 500 000 forintot úgy tudjuk majd a gyerekek részére fordítani, hogy mindig az infrastruktúrája az iskolának, székek, asztalok, illetve mind a szabadidős tevékenységben, csapatépítő tevékenységben, táboroztatásban tudjuk ennek majd hasznát venni. Én azt gondolom, hogy az a közel 500 gyerek, aki ide jár a mi művészeti iskolánkba, mindenképpen hasznára válik nekik. A magánalapfokú művészeti iskola és zeneművészeti szakképző iskolában pedig már régóta szerettek volna egy új üsdobot vásárolni, mely a felajánlásnak köszönhetően a közeljövőben meg is valósul majd. Az ütő hangszereknek ez a basszusa. Általában basszus szólamot játszik, mint a sokan ismerik ugye a tubát, ezeket a nagy részfúvós hangszereket, az ő szólamaikat szólaltatják meg, hangolni lehet ezeket a timpanikat, és különleges mély hangzásukkal a koncerttermekbe, térzenéken gyönyörű szép basszus hangzást ad az egész zenekari megszólalásnak. A szervezők a későbbiekben is szeretnék tovább öregbíteni a polgári bál hagyományát, és összefogni egy újabb nemes cél érdekében.